Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Döntött az önkormányzat, emelkednek az ellátási díjak a szociális szférában Bonyhádon. Belvíz jelent meg a földeken, Tolna vármegyében egyelőre nem okoz jelentős károkat a jelenség. Tervek a 2023-as évre Aparhanton, cél az intézmények működésének fenntartása. Szavalni hívják a gyerekeket a rendőrök, a legjobbak értékes ajándékokat kapnak majd. Az élelmiszerárak jelentős emelkedése miatt a szociális ágazatban is növekednek a térítési díjak. Többek között erről döntött a bonyhádi képviselőtestület a legutóbbi ülésén. A városvezetés továbbá elfogadta a település idei rendezvénytervét is, mely olyan gazdag kínálattal bír, hogy a számok alapján akár minden napra jutna esemény a Völcsék fővárosában. A képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta az idei évre szóló rendezvények terveit. Filóni Ferenc Ibolya polgármester azt mondta, rendkívül színes év elé néz Bonyhád város. Nem csak önmagában az önkormányzat programjait gyűjtjük ilyenkor egy csokorba, hanem januártól egészen december végéig valamennyi itt működő civil és sportszervezet és egyéb és az intézményeinknek a tervezett programjait fésüljük egybe a város rendszeres programjai közé, a nemzeti ünnep, illetve akár a fesztiválok közé, és így idén is elmondhatjuk, hogy egy nagyon gazdag, nagyon színes programsorozat állt elő. Bízom benne, hogy mindegyik sikeres lesz, és meg tudjuk valósítani. Második alkalommal kerül sor a szerződés módosítására, az élelmiszer árak közismert emelkedése miatt kérte a szolgáltató, hogy egy rendkívüli árindexálást vezessen végre 20%-os mértékben. Ezzel a hozzászólással indította a legtöbbeket érintő napi rendi pont tárgyalását Filczinger Ágnes Bonyhád városi edzője. A közétkeztetés biztosító gazdasági társaság már nem tudta a régi áron előállítani a fejadagokat, ezért kerül sor az elfogadott áremelésre. A KSH által kimutatott emelkedés ezen a területen mintegy 40%, azonban a szolgáltatóval történt megegyezést követően 20%-os emelkedésre kerül sor a térítési díjakban, illetve a szolgáltató felé fizetendő díjakban is. Mindez azt jelenti, hogy a gondozási központban fizetendő eddigi 1000 forintos térítési díjak 1200 forintra emelkednek. Helyreállítási munkálatok miatt lezárták a Major utca déli végét Szekszárdon, tette közé a város honlapján az önkormányzat. A bejegyzés szerint egy út alatti üreg okozta a problémát, ezért zárták le az útszakaszt a járműforgalom elől. Hozzátették, hogy a gyalogos forgalom azonban biztosított. Mint írják, a veszély elhárításáról a település vezetés már gondoskodott, azt várhatóan a jövő hét folyamán megszüntetik. Az egy éve bevezetett ÁSTOP mára betöltötte szerepét, a termelői, feldolgozói szervezetek és a kiskereskedelem szereplői a kivezetését javasolják, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerdán több szakmai szervezettel közösen. A felborult Európai Uniós piaci környezetben a szabályozás kivezetése segíteni a hazai agrárium élelmiszeripar versenyképességének megőrzését, stabilizálná magyarországi élelmiszer önellátását. Úgy vélik, az ÁSAPKA nem piaci, hanem szociális intézkedés. Hozzátették, az élelmiszerkereskedelem terén az elmúlt időszakban a hazai ágazati érdekekkel ellentétes folyamat indult el. Több szegmensben az import erősödik a belföldi előállítók rovására. A hatósági árszabályozás rövid távon kedvező a fogyasztóknak, azonban hosszú távon áruhiány generál, torzítja a piacot és veszélyezteti a belföldi termékpályák fenntartható működését, fogalmaztak. A magyar felsőoktatás azért jó, mert 10 felvett hallgatóból 8 állami ösztöndíjas helyen kezdheti meg tanulmányait. Hívta fel a figyelmet Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára szerdán a felvételező fiataloknak szóló videóüzenetében. Hankó Balázs kiemelte, hogy az állami ösztöndíj mellett további 33 támogatást tudnak biztosítani, összesen 72 milliárd forint értékben. Ezek a segítségek 170 ezer hallgatót, azaz 10-ből 6-ot érnek el. Hozzátette, jól halad a magyar képzések nemzetköziesítése is, hiszen a mobilitási programokban résztvevők száma az elmúlt évben meghaladta a Covid-járvány előtti létszámot. 8000 hallgatónk, oktatónk vett részt nemzetköziesítési programban, ez 2022-ben elérte a 10 000-es létszámot.
2023-ra, ahol pedig folyamatosan biztosított az Erasmus programok elérhetősége, további nagy arányban szeretnénk ezt megnövelni, azaz a magyar felsőoktatás egyben a nemzetközi kapcsolatokban is segít téged. Úgyhogy ne feledjétek, már csak 2 hét van jelentkezni a megújult magyar felsőoktatásba, ahol egy 300 000-es közösség vár benneteket, amely tudást ad, amely jövőt biztosít, és nagyon jó ma magyar egyetemistának lenni. Tolna vármegyében is megjelent a belvíz, igaz az országnak ezen a részén egyelőre nem okoz jelentős gondot. Átnedvesedett területek főként a Duna vonala mellett vannak. A szakértő azt mondja, ha ilyen marad az időjárás, a víz hamarosan visszahúzódik a földekről. Belvízzel borított szántók Szekszárd határában. Az elmúlt időszak esőzései miatt több területen is látni hasonló jelenséget. November óta a térségre nagyjából 250 mm eső hullott, ezért egyes talajok már nem tudják elvezetni a vizet, mondja Kővári László, gazdálkodó agrármeteorológus. November-decemberi csapadék mennyisége és a január nem csak a mennyisége, az a 200 mm meghaladó, hanem az intenzitása is eredményezi azt, hogy ezeken a területeken lassabban tud elszivárogni a víz. Mondjuk a múlt heti állapotokhoz képest is már alacsonyabb ez a szint. Vagyis Tolna vármegyében egyelőre nem okoz jelentős gondot a gazdáknak a belvíz. A vízügyi adatai szerint jelenleg a Simontornya és a Bálta közötti Dunaszakasz mentén 347 négyzetkilométernyi terület érintett. Kővári László szerint a jelenség annak is köszönhető, hogy sem tavaly, sem az idén nem volt még jelentősebb havazás. Hogyha február-márciusok átlagos lesz, akkor el fog tűnni. Tehát kárt nem okoz, viszont ha ez mind hóba esik, akkor lassabb a folyamat az olvadás, és akkor körülbelül egyensúlyt tud tartani a talaj vízelnyelő képessége és a hóolvadása. Idehaza egyébként a belvíz most főként az Alföldön és a főváros környékén okoz gondot. Szeged térségében például már nagyjából 6000 négyzetkilométeren küzdenek ezzel a földművelők. Stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerdán. Azt írták, utóbbi az országos átlagot tekintve a negyedik héten számottevően nem változott. Csökkenés figyelhető meg a budapesti agglomerációs települések közös mintájában Pécsen, Szekszárdon és Szolnokon. Emelkedő tendencia Egerben és Kaposváron tapasztalható, írták. Az örökítő anyag koncentrációja minden mintavételi helyen az emelkedett kategóriába sorolható, közölte az NNK. Aparhanton az önkormányzat azt a célt fogalmazta meg, hogy a nehéz helyzet ellenére mindent elkövetnek az intézményeik működőképességének fenntartásáért. A településen tavaly több mint 100 millió forint pályázati forrás jutott fejlesztésre, és minden előzetes elképzelést meg is tudtak valósítani. Sok tervünk valósult meg a nehézségek ellenére az elmúlt évben, mondta Dávid Ibraja, a Völgységi település polgármestere. A Magyar Falu Programnak és a belügyminisztériumi pályázatoknak köszönhetően 105 millió forint forrást sikerült nyerni, melyből utcák és intézmények újulhattak meg. A legfőbb feladatunk nyilván a megemelkedett rezsijáraknak a kigazdálkodása lesz, úgyhogy takarékos gazdálkodást fogunk folytatni, és azt gondolom, hogy a hátrányos helyzetűeknek a megsegítésén is dolgoznunk kell ebben az évben. Nyilván figyelni fogjuk a fejlesztési lehetőségeket, így a Magyar Falu Program, vagy akár a belügyminisztériumnak a pályázati kiírásait, és egyébként 3 pályázat elbírálását várjuk, úgyhogy a Top Plus-ban pályáztunk a művelődési ház, a sportöltöző felújítására, valamint a Vörösmart és József Attila utcáknak a felújítására. Aparhant azon kevés települések közé tartozik, ahol még működik általános iskola, amit a helyiek nagy kincsnek tartanak. Igyekszünk az önkormányzat támogatni, amiben csak tudjuk, mert szeretnénk, hogyha továbbra is az aparhantiak és a környező települések ide iratnák be a gyermekeiket, hiszen sajnos egyre alacsonyabb létszámmal működik, és szeretnénk, ha jövőben is fennmaradna, hiszen egy falunak a jövőjét az biztosítja, amíg van óvodája és iskolája. Az aparhanti önkormányzat még dolgozik a 2023-as költségvetés előkészítésén, amiben a legfőbb cél az intézmények működésének fenntartása a kötelező feladatokkal együtt. A településen az is hír, hogy február 1-jével új plébános kezdte meg szolgálatát. Országos razzia zajlott a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos ügyben. Közel 250 rendőr több mint 60 helyszínen tartott kutatásokat. A nyomozók több tucat mobiltelefont, 47 számítógépet, laptopot, cégiratokat, vényeket,
méretvételi lapokat, jótállási jegyeket, illetve gyógycipőket, emellett a gyanúsítottak folyószámlájáról, illetve tőlük készpénzben összesen közel 80 millió forintot foglaltak le. Míg vagyon visszaszerzés keretében további több mint 70 millió forintnak megfelelő vagyont vontak el, illetve zároltak. A gyanú szerint a szakorvosok a beteg felhajtók által hozott páciensek számára a legnagyobb állami támogatású eszközöket írták fel, attól függetlenül, hogy a betegnek szüksége volt-e rá vagy sem, majd az ezek után járó állami támogatásokat jogosulatlanul visszaigényelték. 2022. novemberétől folytat büntető eljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján. Jelenleg már 26 gyanúsítottal, köztük egy szexádi szakorvossal szemben folyik büntető eljárás. Nem mindennapi szabálysértővel találkoztak az egyenruhások. Január utolsó napján az M9-es autóúton közlekedett egy mezőgazdasági gép. A KRESZ szabályai szerint a traktor nem mehetett volna az útszakaszon, de nem ez volt a legnagyobb baj. Kiderült, hogy a járműnek már több mint másfél évvel járt a műszaki érvényessége. A mögé kapcsolt falpriton pedig még rendszám sem volt. A sofőr elmondta, hogy a munkagépet külföldről hozták be Magyarországra, de még nem honosították, ezért nincsen rendszáma. Az egyenruhások a szexádi traktorossal szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztek. Szavalóversenyre hívnak gyerekeket a rendőrök, a programot a Tolna megyei cigány önkormányzattal együtt szervezik. A kicsiknek nincs más dolguk, mint egy Petőfi művet elszavalni. A legjobbak értékes ajándékokat kapnak majd. Tavaly decemberben készültek ezek a felvételek, akkor a rendőrség és a Tolna megyei cigány önkormányzat közösen írt ki általános iskolás diákoknak rajzpályázatot. A két szervezet idén folytatja a gyerekeknek szóló programok szervezését. Ezúttal a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódva szavalni hívják a fiatalokat. A szavalóversenyre azok a hátrányos helyzetű általános iskolai gyerekek jelentkezhetnek, akik vállalják azt, hogy videóra vesznek egy versmondásukat, amelyben Petőfi egyik költeményét mondják el. Ezt követően az a dolguk, hogy elküldik a Tolna megyei rendőrfőkapitányságra a plakáton megadott e-mail címre az általuk elkészített felvételt, és március 3-áig ezt megteszik. A legjobb előadásokat szakmai zsűri hallgatja majd meg újra élőben. Március 14-én, egy nappal a nemzeti ünnep előtt, ott ugyanezt a verset kell majd előadni, amiről a videó is készült. A legügyesebb gyerekeket értékes ajándékkal lepik meg. Azok a gyerekek, akik a döntőbe jutnak és a legjobbak között lesznek, értékes nyereményekben részesülhetnek. Emiatt felhívjuk az összes általános iskola figyelmét arra, hogy a gyerekeket sarkalják arra, hogy minél többen jelentkezzenek a versenyre. A gyerekek a verseikről készült videókat a tolna.tkkm@gmail.com e-mail címre küldhetik. Regionális híreink következnek. Munkabeszüntetés vagy béremelés, több pénzt akarnak a pécsi buszvezetők. Üzletszerű kerítés és prostitúció elősegítése, bíróság előtt a madám és két segítője. A helyi termékek előnyei, egyre népszerűbbek a kisüzemi élelmiszerek. Akár sztrájkba is kezdhetnek a pécsi buszvezetők, ha nem kapnak béremelést. Erről beszélte a Városi Közlekedést Bonyolító Tükebusznál működő szakszervezet elnöke. Jelenleg felmérik a sztrájk hajlandóságot a sofőrök között. Eddig az állomány fele nyilatkozott úgy, hogy a munkabeszüntetést választaná, ha nem kapnak legalább 20%-os emelést. A tulajdonos önkormányzat és a cég dolgozói februárban kezdenek bértárgyalásba. Béremelést akar adni a város a Tükebusz sofőrjeinek, ezt mondta a Pécs gazdasági alpolgármestere a költségvetés ismertetésekor. Ruzsa Csaba azt mondta, míg például a jegypénztári dolgozók bérét szabadon meghatározhatják a cégnél, a buszvezetőknél nem így van. A sofőrbér esetében azonban a kollektív szerződés konkrétan rögzíti a forintokat, és ezt szeretnénk szerződés módosítása kezelni. Én azt gondolom, hogy február vége március elejére, ha ez összeáll, akkor mind az idősebb sofőrök, mind a szakszereti kérdéskörökben, mind egyébként a hosszabb távú, kvázi azt mondhatom fiatal sofőr felvételben ezek megoldást jelenthetnének. És hát ezért hoztunk létre új alapot, ami gyakorlatilag a tavalyi költségvetéshez képest 40-45%-a magasabb. Ez a magasabb pénzalap adja majd a béremelésekhez szükséges többletforrást is. Közben a Tükebusznál folytatódott a sofőrök létszámának csökkenése, mondja a cégnél működő egyik szakszervezet vezetője. A 2022-es év során folytatódott az előző
2021-es év tendenciája, ismételten elment 10% gépkocsi vezető, tehát annyival csökkent a létszám. A meglévő feladatokat is ugye most jelentős túlóra számmal végzik a gépkocsi vezetők, tehát hogyha csökkenne tovább a létszám, akkor az ismételt járat csökkentést jelentene. A szakszervezet felmérte, milyen béremelést fogadnának el minimálisan a buszvezetők, ez legalább 20% lenne. Ezt mindenképpen szeretnék megkapni, különben sztrájkba léphetnek a sofőrök, tudtuk meg a szakszervezeti vezetőtől. Ez az autóbuszvezetőknél azt jelenteni, hogy 1500 forintról 1800 forintra nőne az alapórabér. Most a következő bértárgyalás az február 7-én, kedden lesz. Hivatalos megerősítést eddig nem kaptunk arra, hogy megkapjuk-e 20%-ot. Minden esetre a szakszervezetünk egy sztrájkfelmérő ívet kezdett kitöltetni a gépkocsi vezetőkkel, ki venne részt egy esetleges sztrájk megtartásában, hogyha ez a 20%-os bérfejlesztés nem valósulna meg. Eddig a buszvezetők fele támogatja a munkabeszüntetést, de még nem tudtak mindenkit megkérdezni erről, mondja Raposa Gábor. Jelenleg 250 sofőr dolgozik a pécsi helyi közlekedést végző Tükebusznál. Akár 20 buszvezetőt is fel tudnának venni azonnal, olyan kevés a létszám. Ezt mondta korábban a cég vezetője is, mondja a szakszervezeti vezető. Üzletszerű kerítés és prostitúció elősegítése, ezekben a vádakban mondta ki bűnösnek azt a nőt és két férfitársát a pécsi járásbíróság, akik a koronavírus ideje alatt prostituáltakat közvetítettek ki. A napokban megtartott előkészítő ülésen hozott ítélet nem jogerős, az ügyészség fellebezett az első és harmadrendű vádlottak esetében. Ezek a rendőrségi felvételek még 2021. szeptemberében készültek, amikor az egyenruhások elfogták a kerítéssel gyanúsított nőt, valamint két segítőjét. A vádirat szerint az elsőrendű vádlott nő egy pécsi szórakozóhelyet üzemeltetett, amit a koronavírus járvány miatt ideiglenesen be kellett zárnia 2021. március elején. Ezért úgy döntött, hogy az ismeretségi körébe tartozó prostituáltakat telefonon fogja kiközvetíteni az őt megkereső férfiaknak. A másodrendű vádlott korábban taxisofőrként dolgozott, így ismerte meg az elsőrendű vádlottat. Másodrendű vádlottat az elsőrendű vádlott azzal a kéréssel kereste meg, hogy működjön közre ebben a tevékenységben úgy, hogy a prostituáltakat elszállítja a megrendelőkhöz. A harmadrendű vádlott szállodát üzemeltetett Pécset, a prostituáltak közül háromnak a szoba bérletét felmondták 2021 márciusában, ezért az elsőrendű vádlott ehhez a harmadrendű vádlotthoz fordult, és kérte meg arra, hogy a szállodában biztosítson szobát a prostitúciós tevékenység folytatásához. A harmadrendű vádlott ebbe beleegyezett, így 2021 márciusa és májusa között több alkalommal biztosított szobákat prostitúciós tevékenység folytatása céljából. Az ügyészség a madámot és a taxisok több rendbeli üzletszerű kerítés büntettével, a szálloda tulajdonost pedig prostitúció elősegítésének büntettével vádolta. A pécsi járásbíróság előkészítő ülést tartott, ahol a váddal megegyezően bűnösnek mondta ki a vádlottakat. Az első és a másodrendű vádlottat szabadságvesztésre ítélte, aminek a végrehajtását felfüggesztette, illetve pénzbüntetésre is ítélte a vádlottakat. A harmadrendű vádlottat pedig pénzbüntetésre ítélte a bíróság. A bíróság ítéletét a pécsi járási ügyészség a másodrendű vádlott vonatkozásában tudomásul vette. Az elsőrendű és a harmadrendű vádlott vonatkozásában az ügyészség az ítélet ellen fellebbezést jelentett be. Az elsőrendű vádlott tekintetében a fellebbezés arra irányult, hogy további vagyonelkobzást alkalmazzon a bíróság, a harmadrendű vádlott vonatkozásában pedig a pénzbüntetés súlyosítására. Várakozáson felül teljesített a turizmus tavaly hazánkban, 14,2 millió vendég csaknem 40 millió éjszakát töltött el Magyarországon, ami közel 40%-os bővülés 2021-hez képest. Februárban sajnos már nincsen szabad helyünk, hétvégére teljes teltházunk van. Jól indul az idei év a balatoni szálláshelyeken. Ebben a siófoki hotelben legközelebb hétvégére csak március végén lehet szabad szobát találni. Sokan az év első hónapjaira időzítik a pihenést, így Anna és családja is. Voltunk sétálni egyet a Balatonparton, amikor megérkeztünk. Nyilván majd az elutazás napján is fogunk menni, de most csak itt maradunk helyben. A gyerekek nagyon élvezik a játszóházat, meg hát a fürdést, pancsolást is. Jól indult az év ebben a hotelben, mondta az ügyvezető. Azt egyértelműen mondhatom, hogy még a tavalyi
kiemelkedő, és a 2019-es kiemelkedő adatokat is messze meghaladtuk. Nagyon magas foglaltsággal, és még a tavalyihoz képest is lényegesen magasabb bevétellel zártuk a januári hónapot. A 2020-as és 21-es covidos évtől eltérően 2022-ben már egész évben nyitva tartott a szálloda, amely kimagasló esztendőt zárt árbevétel és foglaltság tekintetében is, mondta Tóth Gergely. Árbevétel szempontjából természetesen a nyári hónapok, illetve a december, a karácsonyi szilveszteri időszak miatt, de a mi szállodánk foglaltság tekintetében egész évben gyakorlatilag azonos szinten működik. A Balaton térsége egész évben vonzó a vendégek körében, így nem csak nyárra korlátozódik a forgalom. Tavaly minden várakozást felülmúlt a magyar turizmus teljesítménye. Az ágazat továbbra is emelkedő pályán mozog, így a szektor teljesítménye idén meghaladhatja a 2019-es rekordévben elért eredményeket, nyilatkozta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatóságának elnöke. 2022-ben a legnépszerűbb desztináció a Balaton volt, 8,8 millió vendégészakát töltöttek el itt a vendégek. Az ágazatban dolgozók bizakodóak 2023-ra is. Most az év elején nem csak húsvétra, de már nyára is érkeznek a foglalások a dél-balatoni szálláshelyekre. Egyre kelendőbbek a házi készítésű portékák a kaposvári nagypiacon. A környékbeli sajtokat, lekvárokat, kovászos kenyeret és húskészítményeket azért keresik a vásárlók, mert megbíznak a készítők és a környezetbarát módon előállított egészséges termékekben. A házi berkenyétől kezdve a friss tojáson át a lekvárokig szinte minden kapható a kaposvári nagypiacon. Hétről hétre több tucat helyi vagy környékbeli termelő árulja itt a portékáját. A vásárlók azt mondják, a kis termelőkben még soha nem csalódtak. Azért járok piacra, mert itt megvannak számomra azok az eladók, akik azt a minőséget tudják biztosítani, ami számomra elfogadható, és hát keresem. Úgyhogy mindenfélét, ami házi alapanyag és mindenféle adelaikanyagoktól és egyéb dolgoktól mentes, azokat itt bőven be tudom szerezni. Sovány Tamás többféle sajtot árul. A csomai sajtkészítő saját teheneik tejét dolgozza fel. Kézműves termékeikből tartja el a családját. Főként ebből élünk, mind a ketten feleségemmel otthon vagyunk, és ezzel foglalkozunk. A fontos a megjelenésben az, hogy visszaváltós üvegtermékeink legyenek, illetve komposztálható papírba csomagoljuk a termékeinket. A kaposvári nagypiacon azt tapasztalják, hogy egyre keresettebbek az egészséges és megbízható forrásból származó termékek. Ráadásul a szakértők azt is mondják, hogy akik térségi termelőtől vásárolnak, azok a családi gazdaságokat erősítik. Ezzel pedig a vidék megtartó erejét növelik. Sőt, mivel ezeket a termékeket nem kell több száz kilométeren keresztül utaztatni, így a környezetet is kímélik. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Döntött az önkormányzat, emelkednek az ellátási díjak a szociális szférában Bonyhádon. Belvíz jelent meg a földeken, Tolna vármegyében egyelőre nem okoz jelentős károkat a jelenség. Tervek a 2023-as évre Aparhanton, cél az intézmények működésének fenntartása. Szavalni hívják a gyerekeket a rendőrök, a legjobbak értékes ajándékokat kapnak majd. Pénteken általában erősen felhőségbolt lesz jellemző, reggel még elsősorban a Dunántúlon kell havazásra, majd nyugat felől egyre inkább havas esőre számítani. Délutántól feltámad és erősödik a szél, este az északi ország részben viharos, 80-100 km/órát is elérő erősségű széllökésekkel is számolni kell. Éjjel marad az erős, gyakran viharos lökésekkel kísért északnyugati légmozgás. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, onnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!